A mai részben az áru átadásról lesz szó más boltnak. Természetesen ezt üzlethálózaton belül tudjuk megtenni, ahol ugye több bolt van, mit tudom én, egy megyébe, azonos fajta boltból olyankor át lehet adni az árut. Tehát csak üzlethálózaton belül. Tehát feltétele az áru átadásnak, hogy Boltok közötti kapcsolatnak kell lennie, tehát üzlethálózaton belüli kapcsolatnak. Üzletek közötti jó kapcsolat is szükséges, illetve szervezőképesség, munkaszervezés. Legyen egy vezető, általában a területi vezető szokott lenni, aki megmondja, hogy itt ugye van elfekvő készleted, adjad át a másik boltnak, mert meg jobban fogy az áru. Illetve kell lennie tárgyi feltételnek, tehát legyen egy szállítójármű is, hogy át tudjuk adni más boltnak a árut. Áru átadás eseteiről beszéljünk néhány mondatot, tehát lehet ez szezonvégi kiárosításnál benmaradt készlet esetében, tehát az egyik boltban, amit jobban veszik a szezon végi árukat, akkor átadjuk a mi üzletünkből, mert a miénkben ugye a szezon végi kiárosításnál ugye benn maradt egy csomó készlet. Tehát ettől megszabadulunk, átadjuk más boltnak, hiszen náluk úgyis jobban fogy és el fogják vinni. És már is nem maradt benn készlete a boltnak illetve áruátadás esetei lehetnek még a akcióból belragadt készletek esetében, illetve az elfekvő készletek esetében, illetve még lehet nyitva tartással kapcsolatos belragadt friss áru esetében, ilyen a pékáru, zöldség és gyümölcs. Tehát az esetleges sejlejt elkerülése véget, ugye, átadhatjuk a pékárut, a zöldséget és a gyümölcsöt is más boltnak, hogyha tudjuk, hogy sok maradt ránk, és nem sok ára. Vagyis hát a nap végén be fogunk zárni, de még nagyon sok van, és nem biztos, hogy eladjuk, más boltnak áthatjuk, tehát üzlethálózaton belül, hiszen tudjuk azt, hogy mit abba a boltba, már lassan elfogy az ottani készlet, és mi gyorsan átirányítjuk a mi készletünket, tehát átszállítjuk a mi készletünket, ugye a pk pékárot vagy a zöldséggyümölcsöt, hiszen abban a boltban úgy is elfogy. És így nem maradt ránk se lejt, és el lett adva. Tehát a profit az, illetve a haszon is maximalizálódik. Tehát nem lesz se ez az előnye. Tehát az áru átadás esetei lehet szezonvégi kiárusításnál bemaradt készlet esetében, illetve akcióból belragadt készlet esetében, elfekvő készlet esetében, és nyitva tartással kapcsolatos belragadt friss áru esetében. A bolt közötti átadásnál vannak bizonyos feladatok. Tehát a két bolt közötti folyamatos egyeztetés, engedélyeztetésre van szükség. Feladat még az áru összekészítés, és el kell különíteni azt az árut, amit más boltnak adunk át. Illetve a szállítási megoldás keresése, és a fizikai elszállítás. Tehát legyen hűthető autóm, hogy a folyamatos hűtőláncot be tudjam tartani. Illetve el kell végeznem még adminisztrációt is. Bizonylat elkész, bizonylatot elkészíteni, illetve le kell vennem a készletemről azt, amit átadok a másik boltnak. Illetve vannak még ellenőrzési feladatok, tehát megvan egy darabra az, amit én majd átadok más boltnak. Az áruátadás ugye egyébként nagyon hatékony készleggazdálkodás. Ez a tranzakció a cég eredményességét növeli, hiszen a készletből nem lesz elfekvő, illetve se sem lesz, hanem eladással cégszinten a bevétel nő. Tehát az áru átadás minden szempontból hatékony, gazdaságos, nem lesz se lejt. Tehát az, az eladással cégszinten a bevétel nőni fog ezért. Mert nem lesz elfekvő készlet, hanem elfogy. Csak más boltba. Mert ott meg van kereslet rá, meg igény. Tehát cégszinten a bevétel nő az áru átadás más boltnak. Hogyha átadjuk. És nagyjából szerintem ennyit tudtam elmondani erről a kis fejezetről, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!